Július az év hetedik hónapja, 31 napos. A római naptárban kezdetben az ötödik hónap volt, csak később Julius Cézár uralkodása alatt szervezték át az addig használt római naptárt, vezették be a Julianus naptárt, megalapítva a 365 napos évet, 4 évenkénti szökőévvel, és nevezték át ezt a hónapot júliusra. A népi kalendárium Szent Jakab havának nevezi, ismeretes nyárhónéven és áldás havaként is. Jakab napjához népi idős jósás kapcsolódik, amely egész télre jövendől. Ha ezen a napon sok a felhő, sok lesz a hó. Ha nagyon süt a nap, akkor télen nagy hideg várható. Ha meg süt is, esik is, akkor enyhébb lesz a tél. További érdekesség még, hogy minden évben a július a hét ugyanazon napjával kezdődik, mint az adott év áprilisa, szökő években pedig, mint a január. Júliusra esnek a rák és az oroszlán csillagjegyek. Jöjjön végül Babits Mihály Július című verse, Török Tünde hangján. Mint az őv két bús madárra, vigyázatlan gyenge párra, úgy jött ránk e szerelem, mint a zápor a határra, mint a nyári zivatar, oly borúsan és hamar. Most a felhők alatt állunk, csillagokra nem találunk, minden csillag elaludt. Vigyázz! Most az éjben járunk, sillanó síkos az út, ki tudja, hova jut. Láttam, amint szemeretten, hó, a boldogság kegyetlen, nem valami végdolog. Láttam, amint sír ijedten, s mint veszélytől, aki bús, finom feje rám borul. Hallottam, hogy hangja csuklott, láttam lelkében a poklot. Szeme fényes ablakán, félős lelke majd kiugrott óriási ablakán, amint fölvetette rám.